like to think it's paradise where we live. Üdvözletünk! A Sony semmit sem bíz a véletlenre, és a PlayStation 4 kapcsán igyekszik pár olyan címmel teletömni a tátott szájakat, amiktől mindenkinek leesett az álla. Az egyik ilyen kétség kívül a Killzone Shadowfall, ami egyszerre testesíti meg a sorozat eddigi hangulatát és az új generációs konzolok képességét. Vajon van valami a lenyűgöző látványon túl is, vagy csak egy feldíszített átlagot kapunk, amivel villogni lehet, de tartalmasan szórakozni már kevésbé? Ez még a jövő zenéje, mi egyelőre csak nézzük meg, hogy mivel is igyekszik minket lenyűgözni PlayStation 4 exkluzív nyitócímként a Guerrilla Games. A játék története 30 évvel az előző részt követően veszi fel a fonalat, amikor is a Hellcastok és a Vecták egymás mellett élnek egy hatalmas fallal elválasztva, mivel ugye a Hellcom bolygó a Killzone 3 cselekménye nyomán lakhatatlanná vált. A túlélőknek helyt biztosítottak a Vectán, de az ellenségeskedés megmaradt, így szükség volt a biztonságot és nyugalmat megteremtő falra. Természetesen két ellenséges civilizációnak az egymás mellett élés nem éppen a legkönnyebb feladat, így ismét a küszöbön rostokol egy háború, ami senkinek sem lenne jó. A feladatunk nem lesz egyszerű, hiszen a puska poros hangulat közepette kell folyamatosan, lehetőleg radar alatt ténykednünk, miközben minden kérdésünkre választ fogunk kapni. A vizuális megvalósítás az előzetes anyagok alapján nagyon babának ígérkezik finom részletekre, csodás színes világra, változatos helyszínekre, organikus növényzetre és persze látványos effektek tömkelegére számítunk a PlayStation 4 életpályáját elindító Killzone Shadowfall-tól. A Killzone Shadowfall nem csak a látvánnyal igyekszik majd levenni minket a lábunkról, hanem a játékmenetével is. Természetesen az alapok változatlanok, azaz egy tipikus FPS-sel lesz dolgunk, de mindenképpen kiemelendő, hogy segítségünkre lesz egy drón is. Kis pajtásunkat a DualShock 4 touchpadjével kommandírozhatjuk, kérhetjük, hogy pár ellenséget lőjön darabokra, nyújtson nekünk fedezéket, vagy éppenséggel egy kötél segítségével könnyítse meg továbbhaladásunkat. De biztos, hogy lesznek még további képességek, tulajdonságok is, amivel biztosítják majd számunkra a tempósaprítást vagy a megfontoltabb taktikus harcokat. Manapság ugye már nincs FPS multi nélkül, és ez ezúttal sem lesz másként, nagy különbség azonban, hogy nem csak fix játékmódokat kapunk, hanem egy olyat is, amit mi magunk kedvünk szerint alakíthatunk. Szinte mindent lehetőségünk lesz saját kezűleg megszabni, így kis túlzással akár teljesen új játékmódokat is létrehozhatunk. Szinte már csak a fantáziánk szab határt a lehetőségeknek, így semmi akadálya nem lesz annak, ha egy free-for-all-ba öntött Capture the Flag-hez lenne kedvünk. A Killzone Shadowfall messze menőkig igyekszik kihasználni a PlayStation nyújtotta lehetőségeket, ami meg is látszik rajta. Bár az előzetes videók alapján nem fogja feltalálni a spanyol viaszt, de a már korábban látott elemeket olyan pompával és hangulattal igyekszik tálalni, ami mindenképpen említésre méltó. Egy biztos, valódi következő generációs címnek ígérkezik a maga pörgős, fedezékrendszeres küzdelmeivel, több funkciós fegyvereivel, alternatív útvonalakat biztosító látványos helyszíneivel és izgalmas filmszerű jeleneteivel. Hamarosan mi is belekóstolhatunk ebbe a Next Gen millióbe, de addig marad a nyálcsorgatás ezerrel, csak aztán nehogy záratos legyen a PlayStation 3-unk, míg meg nem érkezik az új masina. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!